Korhut csatlakozik a támadáshoz, Szakály gyönyörűen veszi át, gólhelyzetben 2-0. Szakály Péter góljával immár két gólos a Debrecen előnye. És gyanítom, bár még nagyon-nagyon sok van hátra, de könnyen lehet, hogy ez most döntő fordulat a mérkőzésen, és innen már nem lesz a Honvédnak ereje fölállni. Nem tudom, de jelenleg nagyon úgy érzem. Hát Szakályt nem tudják megállítani, 3-4 játékost is kicselezett, és illetve nem is az, hogy kicselezett, hanem 3 játékos között vehette át a labdát, és utána lendületből bevitte a 16-oson belülre, hogy Hidi nem tudta utolérni, Lovric sem tudta utolérni, és aztán Szakály meg van annyira jó futballista, hogy nagyon szépen alány esett, és behullott Kemenes kapujába a labda. 2-0 tehát a Debrecennek.